Na csácsúbics, ötrészt a csokoládét, szavaztok gyerekek, képen jelentkezik következő videóval iszonyatosan gyorsan, mert le vagyok maradva, mint a borra való, mert nem lett meg a mennyiség, a fa mennyiség, úristen. Úristen, micsoda szakadékok vannak itt. Gyerekik, rövidíteni akartam, de lehet, hogy a hülyeséget csinálja a képer, de jó van, oké. Elmegyünk a kombájnokhoz, leürítjük őket, aztán akkor utána meg kellene vennünk a vetőgépet, mert kéne gyorsan, nagyon gyorsan szeretnék termelni pénzt, mert szeretném végre legyen már meg az a rohadt vetőgép, és tudjam csinálni a dolgokat. Egyébként a kicsi vetőt is eladhatnám, ugye? Arról is volt szó. És abból is meg lenne a pénzünk, de most egyelőre nem ez a direktíva, hanem akkor ürítsük már le ezeket a kombájnokat, és akkor ezt adjuk el, és akkor igazából meg is tudnánk venni a ja, rájöttem, hogy fogjuk csinálni ezeket a dolgokat, gyerekek. Kicsit máshogy, mint ahogy először gondolta a keeper, addig várjátok, a rábát el kellene indítani, mert a rábos tiger dolgozzon, ha más nem. A rábos tiger dolgozzon, ha más nem. Igen. Rambos Tiger, neki állítom itt melóztatni egy kicsit. Nyomunk neki egy habetit, azt adja neki, mint az őrült. És közben, igen, ez megvan. És közben akkor elvisszük a szemet, meg nagyon... Ki van találva, gyerekek, minden egyes lépés kitalált a képer, hogy fog ez megvalósulni, ez a csodálatos pénzszerzés, meg ez a csodálatos rész. Ebben a részben tényleg megpróbálok hatékonyak lenni. Igen, éjszakai dolog lesz, mert ugye... Elég éjszaka van igazából, mert nem tudunk mit csinálni, mert ugye megbeszéltük azt, hogy mindig éjjel fogunk dolgozni ezen a mapon. Hogyha be fog indulni ez az egész hóbelebanc, ugye, hogy lesz egy kis pénzünk, tudunk aratni, meg lesz, gyakorlatilag meg lesz a vető, meg lesz majd az IH-tár csak két rába, és tudjuk folyamatosan csinálni ezeket a dolgokat, akkor onnan én meg tudom nektek ígérni azt, hogy nagyon durván anyagilag meg fogunk indulni. Megnyomtam az F-betűt, gyerekek, most Maxon rakják neki a izét. A fűtőanyagot dobják bele az uránt. Vagy nem tudom, urán? Uránrudak vannak egyébként? Mi a fűtőanyag Maxon? Valaki tudja, nem tudom, nem vagyok atomfizikus. Urán talán, ugye? Uránium? Nem tudom, urán? Az uránium az anyag, amiből ugye az uránt kigyerik, vagy nem tudom. Hogy van ez, gyerekek? Hogy van ez? Júj, de nem tudja a képer. Na, ebben meg nulla van, úgyhogy akkor már mehetünk is. Tényleg egy kicsit akkor... Mondjuk úgy, hogy összekaptuk magunkat. Ki kellene mennem az útra instant valahol, azt akkor nem kellene itt tökölni. Ja, kimegyünk ott az útra, utána végigmegyek. Most megyek az úton egy kicsit, mert ne az legyen, hogy mindig a tarló mezőn keresztül mindenfele megyünk. Rába befejezte a munkát, nem is foglalkozok vele. Tudom egyébként, hogy már kellene menni. Kellene ugye dolgoztatni vele. Várjatok gyerkőceim, állj egy kicsit, várja. Be vagyok keveredve. Rossz fele megy a keeper, mi? Rossz fele megy, nem erre kellene a mávhoz menni. De várjatok, a franc egye meg. Menjünk a szokott udvonalon, ugye itt át tudtunk menni. Egyébként miért lagol ez a játék? Most mit lagolt? Miért lagolt be ez a játék? Megyünk a szokott udvonalon fődes úton. Úgyis éjszaka van, annyira nem szeretem az éjszakákat, inkább nappal összeszedjük magunkat. Jó, az a lényeg, hogy nappalra meg kellene csinálnunk. Hát minek hoztam azt a pótkocsit, ha egyszer nem viszek benne semmit, hát csak úgy disznek, gyerekek. Ja, a nappalra össze kellene hoznunk a dolgokat. És össze is fogjuk hozni a dolgokat. Mindenképpen. Nagyon szok, igen, máv. Itt át kellene menni a sinen, kapásbu. Gyerekek, rövidítünk egy kicsit, kicsit izé módon, cigány módon tolja. Itt át tudunk menni? Át tudunk menni. Most ment el a vonat, úgyhogy csak nem lesz ebből probléma. Húzkodom ezt a kocsit, mint a jó gyerek, de mindek. Oké, gyerekek. Itt meg ugye a kapásból itt van a izé. Itt van valahol a máv, ugye? Várjál, vagy hol vagyok? Ó, bazze. Ennek a fődnek a szélibe elmegyek, basszus. Kicsit össze kutyáltam. Annyira rá akarok, vagy nem is tudom, annyira... Nem azt mondom, hogy kényszeresen. Annyira szeretnék haladni már. Hogy normális ütembe tudjak dolgozni, meg minden ahhoz, meg ugye gépek kellenek, és rengeteget kellett termelni ahhoz. Rengeteg munkák volt ebbe, ugye nagyon gyökvegyelősen indul egy ilyen sorozat, főleg ha ilyen hardba játszasz. Nem tudom egyébként, vannak-e új nézők, azoknak így elmondanám, hogy ugye
úgy játszunk, hogy baromi drága minden. Kipörfötolta az árakat, ugye például Rába Steiger az mondjuk 250 000, meg ilyen apróságokat így megcsinált. Jó, oké, ha ez megvan, 58 000, már meg is tudnánk venni a dolgot, de nem ezt csináljuk, hanem... jó, ott ez végzett. Valahol... de rohadt sötét van, hallod? Mindenképp a kristállal kellene menni, és valahol van nekünk egy vetőnk, le van dobva főcélibe. Valahol van egy vetőnk, megnézem mapon, jó? Hol van a vetőnk? Hol van a vetőnk? Valahol van egy vetőgép. Egy ilyen pici, ajta-lajta. És akkor itt van mellettünk kapásból. Akkor valahol itt kell lennie, hát kapcsoljál már villanyt, vagy valamit kipörvet. Nem látunk kettőig. Hol van a vetőgépünk? Valahol kell lennie egy vetőgépnek. Ott van-e? Ezt elviszem, eladom. Mert nem volt jó, ugye automata munkásra tök nem jól működött, úgyhogy ez a vetőgép ez megy, ez a light a vetőgép ez megy a francba, nem tudom egyébként miért, jaj gyerekek, most ezt el kell mesélnem. Ugye elkezdtük a szozáikkal ezt a ízét, ezt a kalányos Ricardo Dumát, tudjátok ezt az ilyen fajtát, hogy a vetőgépet el kell adni, meg mit tudom én, aztán annyira rám ragadt, hogy ez hihetetlen, annyira az ember rá tud ragadni, hát reggel a főnöknek már úgy mondtam a dolgokat, hogy hát a sanci, hát mondjad meg fele, mit márjak. Így csak néz, hogy mit beszél ez hülye. De tényleg, munkatársakkal is néha elkezdek beszélni, aztán csak lesnek, hogy mi a francot csinálsz keeper. Nem keeper ugye, hanem Attila. Hát mit csináltál? Miért beszélsz így össze-vissza? Ja, ezzel a izével fogunk egyébként, ezzel a géppel fogunk ugye veretni. Faluba fel lehet kapcsolni a villanyt, ezt vágjátok? Tudjátok? Tudtátok? Menjünk az úton. Menjünk az úton akkor ma. Úton állók vagyunk, úton menők. Menők vagyunk, az úton menők. Ja, megveszük a izét, megveszük a nagyvetőt ismét csak. És ugye a másik, át kell nézni a földeket, hogy mi a szituáció. Mit kellene ugye még dolgozni rajta. A nagyot körbe kéne keríteni legalább kétszer. Ha lehet, akkor inkább szögletesre. Ugye azt nagyon jól mondta valaki, hogy szögletesre próbáljam meg kiúzni, akkor az jó lesz. Ja, ez traktor ez azért adja, ez nagyon jó. Nagyon jó lehet használni. Szereti a keeper. Kivegy innen a keeper, mert izé előtt is a traktort akart eladni a csávó. Úgy. Oké, gyerekek. Ez az. Na, menjünk. Azt itt adod el, ugye egyértelműen ugye többet adnak érte, 10 000-et. Oké, és akkor meg kellene nézzünk nekünk a garázsba, hogy milyen van, mert ugye kettő darab van benne, az egyik az nem jól működött. Garázs, melyik fajta van? Melyik fajta vetőnk? Ez amelyiknek ilyen képe van, hogy balra húzódik. Balra húzódik a vető. Na, hát 8 000 csak kijön. Meg ugye kellett egy kis plusz tőke, és azért is akartam megcsinálni, hogy na, akkor nem ez a jó, hanem ez a jó. 50 000. De azért nem ám jó csinálja a keeper, hanem még emeli az árat. Ugye először ezt raktuk be, nem működött jó. Adja neki még! Még jobban emelt föl az árat, hallod? Ja, hiszen itt írja, hogy egy darab van belőle nekünk. Komolyan mondom, egyébként mindig azt csinálom, hogy nem ám könnyítenék a játékon magamnak, hanem még nehezíted, érted? Én egyébként szeretek szenvedni a játékokba, szeretem, ha van kihívás. Hogyha nincs kihívás egy játékba, ha nem találok kihívást, akkor nagyon-nagyon hamar megunom, és ezt komolyan mondom. Akkor valahogy úgy nem. Valahogy nem élem annyira. Na, elmegyünk aztán, akkor levetjük azt a másik földet, és közben majd a rábátod épp pakolgatjuk, az a baj, korom sötét van, nem sok mindent látunk. De mondjuk mapon meg tudja nézni a keeper, úgyhogy jó lesz. Aztán hogyha... ja, és a következő dolog ugye, mihátárcsa kellene. Meg kellene nekünk... eladjuk a kombájnokat, és veszünk 2 klassz dominátort. Mert ugye az nagyobb vágószélesség, meg nagyobb tartály. Úgyhogy azzal hatékonyabban szemben jobban tudunk majd dolgozni. Hát vágtatunk a következő területre. És közben várjatok, ránézek ezen a területre, hogy... Hogy van ez most tűző szempontjából? Növekedés szempontjából. Na erre voltam kíváncsi. És nézzétek, itt van egy ilyen rész, ez a felső. Gyakorlatilag az nincsen beizélve, az nincs bevedve. A többi jó, valamennyi része az nem tökéletes itt alul, de amúgy nem rossz. Itt a sziget fölött, vagy a sziget körül van egy ilyen, hát a szigetnek nevezem, amit ugye nem is tudom mi van ott, fák vannak. Lehet, hogy ott megy a magas feszültség. A körül nincs izélve. Várjátok, nem pontot megyek? Álljál meg. Bocs, hogy itt nézegetem, de... Muszáj. Most itt van a rába, itt vagyunk mi.
És itt lesz. Igen, az e körül, ugye? Itt ez a rész nincsen bevedve. És akkor ugye be is lesz minden. Jó, hozom a jézét. Hozom a rábát, és akkor itt elfutkorázgat. Az alsó részt, azt jó lenne bevetni azt, amelyik ugye még nincs annyira tökéletesen megcsinálva. Várjátok, ezt ki kell nyitni, ugye? Várjátok, X-el ki is nyílik? Nagyon jó. Tökéletes gyerekek. Ó, nem nyitotta ki teljesen a Keeper, asszal. Hát, nem nyitottam ki teljesen, úgy kapcsoltam le róla, hát remélem nem lesz bele baj. Jó, sötét van ilyenkor, nem sok mindent láttok, mi srácok? Na, jó lesz, ez épp hogy fel tudja kapcsolni, hát majd talán még jobban ki tudom nyitni. Ha, várja. Oké, szerencsém volt. Ja, meg ugye, nincs benne anyag. Meg át kéne váltani, mivel váltját? Mindig elfelejtem, óval. Persze, hogy óval. Meg ugye az MTZ-n, a kicsi MTZ-nken van ez. Ezzel meg kell töltenünk. Nagyon jó. Itt is van egy kis rész, ami nincs elvedve, meg ott legalul volt egy pici, de azon filózok, hogy azt egyáltalán foglalkozzak-e vele. Inkább lehet, hogy ezt a nagy részt aztán a végén majd megcsináljuk. Azt kellene csinálni, hogy ráállítom itt a izét, a rábát, körbehúzom kétszer a másik földet, a mellette lévőt, és akkor, amikor körbehúztam a maradékot, akkor meg tudom csinálni. Addig a rába meg itt dolgozgasson. Csak ezekkel nem tudom, mit fog csinálni itt a szigetnél, itt óvatosan kell, összetöri a gépet meg mindent. Na, jó, jövünk ám. 1 óra 25, nem sokára világos lesz, srácok, nem kell aggódni. Nincs olyan hatalmas probléma, várjátok, innen kell állnom, ugye? Marhára közel kell állni hozzá, mert különben bajos. Jó, ennyire azért ne, annyira azért ne. Egyébként jó ez a törésmód, ami benn van a játékben, ez a TMK mód, mert annyira nem izé, nem olyan könnyen törnek a dolgok, de azért miért vele szenvedni, várjál. Aha, jó, oké, tölti is. Szuper, gyerekek. Na, az izét nézzük meg, rábas tejgert. Ezt itt saját magam itt lehúzom, itt ezt a részt, amelyik ugye nincs megcsinálva. Nem az. Ez legyen meg. Azt átrakjuk őket, vagy átrakjuk akkor följebb egy kicsit. Akkor gyakorlatilag ez a nagy, ez a baromi nagy terület, nem nagy terület, hanem ez baromi nagy terület, ez le lesz fedve. Alul még van egy kis hiba. De egyébként nagyon koszosodik ez a gép. Jó, bocs, nem kapcsoltam ezért lampicskut. Jó. Oké, okay, B, V. Meg néhol csikos, ugye, ott alul volt ez a gond, amikor csikos volt, oppa. Meg itt is van egy kis csikosság. Ezt is levetem. Meg ott legalul voltak, amikor ugye próbálkozott a másik vetővel a gép, azt össze-vissza húzkodta még az MTZ-ink, úgyhogy abból volt problémánk. De gyerünk. Egyébként nem tudom, tényleg van-e új néző ahhoz képest, amit amikor kezdtük. De tényleg annak így megpróbálom így ecsetelni, hogy miről van szó. Hát arról van szó ugye, hogy például van egy olyan szabály, hogy nincs, nem állíthatom meg az időt. Jó van gyerekek, akkor itt kezdje el ő, azt majd odébb rakjuk, ha úgy van, meg majd besegítünk neki. De ugye akkor a krisztállal addig körbe tud rám rántani ezt a területet. Nem csaljunk egy lámpát. Ebben csak egy állása van a lámpának. Vagyis a világításnak. Jó, a rábát figyeljük majd ezerrel, ott jön. Hát jó sötét van, bocsász gyerekek, de dolgozni kell. Ott jön. Szépen fölmegy addig, ott meg fog fordulni. Ugye nem fog kimenni a föld szélére, mert már ott olyan. Na, gyerünk. BV, azt mondtátok, hogy a szépen elhúzza. Ez szépen elhúzza tényleg egyébként. Na. Az a frankó, hogy kétszer ezt körbe kéne minimum húzni, hogy ugye szépen elgondoguljon rajta rába majd. Ezen jó hosszú egyenesek vannak, ez viszont lehet, hogy az kellene, hogy ezt így hót egyenesen lehúznám. És akkor itt el tudnám indítani mellette végig a rábát. Ugye? Próbáljunk egy autótraktort, bátrak legyünk. Nem oda-vissza, hanem...
körbe-körbe és jobbra fordulósan? Megnézzük? Egyenfele, én benne vagyok. Hú, ez meg is okod, bazzel, amikor izé elindítod. Megnézhetjük igazából, hogy mennyi, de egyébként miért 9-szer húzza autót traktormóddal? Na erre kíváncsi leszek, hogy itt mit fog csinálni. Hát hogyha megtartosodott, ezzel még nem próbáltok ki igazából. Megnézzük. Oké, okay, srácok, azt nézzük már még. Várjál. Nem jó. Megpróbálom a másik oldalra fordítani. Mert szoktátok mondani, hogy próbáljam meg a másik oldalra. De ugye itt most már csak egy beállítást tudok eszközölni az autótraktorba, az, hogy erre. De szerintem ez abszolút nem működik, úgyhogy... Autótraktor. Most hogy fog fordulni? Most meg át akar menni a másik felére, látjátok? Nem, abszolút nem működik, úgyhogy... Pedig most aztán beállítottam mindent, amit kell, de... Biztos írjátok, hogy ne azt állítsa, de már nincs olyan lehetőség, amit szerintem nem próbáltunk végig, úgyhogy... Úgyhogy mást már nem tudok állítani. Na, jó van, oké, inkább összehúzom végig, vagyis oda-vissza. Jó, az dolgozik? Bérelt munkásunk? Dolgozik a rába. Ne, figyeljetek, nem kell autótraktor, ez a lényeg akkor ezek szerint. Ja, ott megy a rába, ott szépen forgolódik, csinálja a dolgot. Amit elhagy, azt majd mi meg kijavítjuk. Csak az a lényeg, hogy ez legyen ez a terület már szépen elvedve, és akkor tudjuk azt csinálni, hogy ha az egész beérik, akkor neki küldjük a kombájnokat. Addig meg azon filózok egyébként, hogy egy kicsit szelektálunk, amik nem kellenek, azokat lehet, hogy eladjuk, és nagyon-nagyon filózok azon, hogy nekiállunk valami komolyabb fakitermelésnek, hogy tényleg akkor az legyen, hogy amíg ugye beérik a cucc, vagy mondjuk elvethetnénk másik földet is, ugye? Elvethetnénk másik földet is, mert ja, mondtátok, hogy hú, hát a legnagyobb föld, azt írta ki, vagy azt mondta Keeper, hogy a legnagyobb föld, az közben meg van egy dupla ekkora, de melyik az a dupla? Ez a nagy kukoricás more! Az betyáros, gyerekek! És elég egybe van. Hallod, az a nagy kukoricás? Az igen, gyerekek! Kukorica vágóasztalt kell venni a kombájnokra és nekiindulni annak a kukoricásnak, hallod? De egyébként ezért is csinálhatnánk bunkersilóba be... hordani. Később beálltat, de annyi? Szerintem azt le kell aratnunk, eladjuk. Halljátok? Megvan a megoldás, gyerekek! Megvan a megoldás, amíg be nem érik. Learatjuk kukoricavágóasztal a három kombájn, azt megállás nélkül, mint a bolondok, azt a hatalmas területet. Az tényleg nagy, basszus. Na, meg az nem ilyen izé, ilyen csili-csáli, hanem jó egyenes nagy. Az tetszik, na, ez jó lesz, gyerekek. Ezért figyeljük ezerrel Rábát, de nagyon szépen dolgozik. Rábát figyeljük, és akkor az lesz, kukorica. Azt mindig írogattátok, hogy ott van Keeper a nagy kukorica, miért nem? Hát azért, mert Keeper már megint ideje volt, makacs feje volt. Jó, hát ez kétszer körbe kell durrantanom. Útakadály, bérelt munkásnál. Álljál, Sanyi, mi van? Mi történt? Ja, mert itt, igen, itt ez a sziget. Ez, gondoltam egyébként, hogy ezzel baj lesz. Itt van ez a Böszme sziget. Odébb rakjuk a hajzét. Odébb rakjuk a Steigert, aztán utána majd mi szépen körbe húzzuk a szigetet. Itt még van bőven hely, amit tud ugye vetni. Csak már világosodhatna, mert megmondom a frankot, én se szeretem ezt a koromsötét dolgot. De hogyha már szabályt állapítottunk meg, ugye, hogy nem... Álljál meg, nem jó. Ha már szabályt állapítottam meg magamnak, meg tűztem ki célul, hogy nem szabad... Nem szabad pörgetnem az időben, akkor tényleg úgy csinálok. Nézzétek, ennyit lehúzott már. Jó dolgozik egyébként. Ja, az lesz. Most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, gyerekek. Oké, ezt kétszer körbehúzom, ide is rárakjuk a Steigert. Aztán toljuk neki a izét. Az aratást. Ugye az pont szembe van gyakorlatilag a izével. Az pont szembe van a MÁV-val, de úgy szembe van, hogy gyakorlatilag aszfalt utód tudsz bemenni a MÁV-hoz. A MÁV telepre.
Úgyhogy az egy nagyon jó cucc lenne nekünk. Kapcsolja a villanyt, gyerekek. Az egy nagyon jó cucc lenne nekünk. Na. Akkor igazából megvan, figyeljük a komba. Most oda négyek, figyeljük a rábát. Meg ezt csináljuk meg, meg a kettő terület legyen elvedve, hogy legyen nekünk bőven. Ezen rengeteg izé lesz, rengeteg... mi az? Repcénk lesz. Úgyhogy nagyon sok pénzünk lesz, azt nagyon be kell osztani szépen. Abból a sok pénzből mindenképp azt kell csinálni ugye, hogy izé... helikoptert berakjuk 500 000-ért, ezt megpróbáljuk kitermelni. Meg IH tárcsa az kell, mert ugye tárcsáznunk is kell már nem olyan sokára. Az a tényleg nagy az a terület, testvérem. Azt a betyár az mekkora. És megint befejezte a munkát sajnos. Magvető eredménnyel. Oda visszafordulhattál volna, barátom. Nagy lendülette, bocsánat, hogy beleszólok itt a dolgokba, de... Ide menj, itt menjél már végig még egyszer. Hát nem látod meg magadtól, hogy mi a szitu. Ezt még mindig átlépkedhetek rá, ez... Egy kicsit nyögvegyelős, de ez van. De legalább mindjárt reggel lesz, azt akkor nem kell itt azért szenvedésbe átmennünk. Tudja jó. Hát ezt a területet, ezt mi tárcsáztuk már meg ugye. Kicsi MTZ-vel. Ezt a területet. Azért ez sem úgy gyenge, hallod? Azért jó, volt annak itt kívánk, és jó van a fa, az meg szépen fogyogat. Frankor. Ugye, eltűnik innen, akkor már megyünk mindenképp. Na, a helikoptert meg kéne venni, meg az erdészkedést olyan szinten be kéne indítani, hogy legyen egy külön brigádnyi gép, amit nem használok máshova. Tehát az azt jelenti, hogy ott lesz a homlokrakodós MTZ, arra veszünk egy súlyt, mert nagyon instabil, egy valami nagy dögöt. A hamutartó fölhívta a figyelmemet egy gazra, gaz 66-ra, lánctalpas, egy gyakorlatilag gazfülkéje van, még egy régi sorozatomban volt, és fakitermelős, az nem lenne rossz, de például röntgvonszolóval egy 50-es MTZ is, ami és külső, kérdezte valaki, hogy milyen külső, ez egy külső bukókeretes. Nem is tudjátok, minek nevezték nálunk? Ez is borulásgátló. Hát a TMTZ-ben van borulásgátló? Ez mi nem borulásgátló, mert nem gátolta meg, hogy feboruljál, de egyébként borulásgátló, mindig azt mondták neki nálunk. Egyébként itt a izének, mit tudom, szomszéd kis, nem is a szomszéd utcában, mert az is Petőfi utcában van. Itt a szomszéd pár házzal odébb van egy borulásgátlós 50-es MTZ-je. Hát azzal is voltak sztorik gyerekek olyanok, hogy besírnál hallod, de nagyon durvák. Például, ja meg ez a föld is itt van mellett. Ezt is ugye lenne egy ilyen tárcsánk, mert akkor tudnánk durrantani azt is, azt mehetne hozzá. Ja, borulásgátlós izével, hát ez a volt sztori. Azzal a fickóval, ez a kétszer borultam fel MTZ-vel. Az a borulásgátlós, nem véletlenül gondolom olyan volt neki, mert úgy, csak én, aki igazából körülbelül, most ezt halál komolyan mondom, körülbelül háromszor mentem vele MTZ-vel, háromszor. Abból kettőször felborultunk, és ez halál komoly. Vagyis nem, egyik az nem borulás volt, na mindjárt elmondom a lényeget. Ez úgy volt, hogy 50-es kiskabinos, borulásgátlós, ugye bukócsöves kívül, és úgy volt a szitu, az egyik, hát szoktam mesélni egyébként szerintem, hogy hát iszogatott, és az erdőről jöttünk, hoztunk fát, egy pótkocsi fát, egy ilyen, az a hasonló, mint ami van a, ezek jó régi, kotlafával. És két tengelyes, forgózsámolyos, na, és azért sikerült elmondanom. Meg volt ragva, tudod, maga, föl, karófát kereső, meg van, föl van magasítva, föl van rajta annyi, mint az égig föl van ragva. És a teljesen sík, köves út, fehér kavicsos úton jöttünk, csak ugye ilyen volt két oldalt, ilyen rézsű volt két oldalt az útnak, mert mit tudom én, így úgy, ahogy mindig kitaposták, aztán ugye le van kavicsozva, mindegy, az a lényeg, volt egy ilyen fala az útnak két oldalt. Aztán így kérdeztem tőle, hogy az milyen műszer. Úgy volt, hogy ugye ő ült az ülésen, én meg egy szerszámos ládán bal oldalt. Ja, meg egy stílfűrész a kezemben volt.
Ugye a szerszámos ládában hát nem bicikli kulcsok vannak, ezt, de tényleg ezt már elmeséltem, régi részek biztos tudják, de azért elmondom. Hát nem bicikli kulcs méretű cuccok vannak egyébként a... Rába megittem már a végzet, már megint úgy érzi, de nem, ő nem végzettél, de testvérem, hanem mész tovább, mint az őrült. Itt kicsit jobban kell rá figyelni, vagy mert ugye itt mindig kijel sarokra, aztán akkor nem nagyon szereti. Na mondom ám tovább. Nem bicikli kulcs méretű kulcsok vannak általában egy MTZ-nek a ládájába. Szerszámos ládájában, na ott tüdögeltem. Megkérdeztem tőle, hogy hát itt az meg milyen műszer. És ő meg lenézett, azt na... Ugye ivott, hát most jó van, most ivott, tehát nem úgy mondom róla, hogy az most az probléma lenne. Ő látva nézi a videót, nem ám, nem nézi biztos. Na mindegy, de... Hát az a műszer... Közben elfeledkezett, ugye általában van egy jó kis holtjátéka a traktoroknak. Ide-oda, így rángatod a kormányt jobbra-balra, mint a bolond, azt mégis egyenesen mész. Úgy tudsz egyenesen menni, mert egyik holtjáték pozícióval a másikba próbálod terelgetni. Hát ugye a traktor az ugye elkezdett balra menni. Bal oldalt ugye nem kell mondanom, nincs ajtó, le volt operálva róla. Jobb oldalt meg nem szállsz ki az MTZ-ből, mert ne legyél hülye, mert bal oldalt szállsz ki. Mert ott van a izé, ott van a lelépő meg minden. Fölment bal oldalra, fölkapatott a izére, arra a rézsüre, az első kerék. Volt egy ilyen iszonyat hosszú pillanat, amikor... Szerintem én úgy éltem meg, hogy az fél perc volt, de szerintem nem volt több 3 másodpercnél. Amikor ugye nyomott egy féket, mert érezte, hogy baj van, és a traktor két keréken volt, és gyűltünk benne. És tényleg ez egy ilyen végtelen hosszú pillanatnak éltem meg, hogy elkezdett dőlni jobb oldalra. És így, mint a filmekben hallod, amikor ilyen slow motion-ne be van lassítva. Egyszer csak ugye leért a jobb oldalra a földre, vagyis az útra izé. Mert az útra rá tudtunk érni, mert ugye felmentünk balra, és akkor gyakorlatilag az útra fektettük ki. Levágódott. Az egész tömegével a traktor azért jó, nem egy nagy traktor, de az amikor oldalra dől a fehérkövel kavicsos útra, ami hót kemény, az dír oda lecsapódott. A fickó az ugye ráesett a jobb oldali üvegekre, mármint izékre, oldalablakokra, meg ugye ott mindenre. Én rá a fickóra, ráesett a stílfűrész is, abból a rohadt ládából, amin ültem, az összes karomméretű villáskulcs, az meg potyogott ránk. De így a fejünkre, meg mindenre, hallod? Hát úgy néztem ki, én nem is tudtam megnézni magam, mert tükör nem volt sehol, ugye kiboltunk az erdőn. Amikor hazamentem, mondom, mi az az indián festés? Ilyen keresztbe csikok voltak, ahogy potyogott rám a nagy 3 kilós villáskulcsok, meg minden. Ezt nem lett semmi bajunk. Mi a fasz történt, tudod? Vagy nem beszélek csúlya, mi a franc történt? Befejezte a munkát, tudom. Steiger befejezte a munkát, na várjál. Aztán volt az a meglepődés, tudod, hogy hát ezt megcsinálom gyerekek, mert itt ez sose lesz meg egyébként így. Hogy mi a franc történt? Nézzük egymásra budán. Hát, fölült a traktor, jó van, másszunk ki. Ugye ki kellett mászni, ugye akkor függőlegesen kellett felmászni, mert ugye ott volt az ajtó, ugye a baloldali ajtón tudtunk kijönni, ami az égnek nézett, gyakorlatilag kinéztél rajta, akkor a eget láttad. És kimásztunk. Hát én nekem úgy kellett rögni, de nem mertem rögni, mert ugye hát most hadd ne rögjem ki a fickót, aki fölöntötte egyenes úton, hót egyenes úton. Az úgy nézett ki a traktor, ugye az nem borult fel a forkocsivel, ugye elfordult a minek nevezik azt. Kutyafej? Vagy nem is tudom. Na. Az a lényeg, hogy az elfordult, ugye. A fotkocsi az állt szépen. A traktor az meg feküdt az oldalán. Szépen a fotkocsi előtt. De szépen olyan, mintha úgy el is döntötték volna érteni. Nagyon viccesen nézett ki. Meg még ráadásul jött mögöttünk egy biciklivel egy hegyről. Valami szőlőhegyről éppen kapált egy ilyen öreg papa. És így próbált elférni a poltkocsi mellett, és így kiburkantott, tudjátok, és akkor... Mit is mondott? Hey, Laci, ha mi történt? Tudod, a fickónak. Ha fölült?
Én mintha nem láttam volna, tudod. És akkor szerintem a ne, ő is inkább ment tovább. Mert szerintem el se tudta volna képzelni, hogy mi a franc történhetett itt. Hát hiszen tök egyenes úton mentünk. Na mindegy, ömlött belőle ugye a hűtővíz. Folyt ki mind az állata izére, földre. Aztán izé volt. Ja, akkor traktornak ugye semmi baja nem történt. Jött a izé, jött a haverja. Tesz szólt neki. Egy izével, egy nagy New Holland-dal. Nem New Holland, egy nagy John Deere-rel. Rákötötte a izére. A... mi az? Azt nézem, ezzel hiába nyomkodom a vét. Na mindegy. Rákötötte a... Szerintem megindítom visszafelem a bukókeretre, aztán toladva visszaállította, az volt a lényeg, na mindegy, szépen beleöntöttünk vizet, azt már ment is tovább, semmi baja nem volt az MTZ-nek, abszolút, azt sem tudtad megmondani róla, érted, hogy izé, hogy most fölüd vagy nem dűd föl. De hát kicsit meglepő és mulatságos volt a szituáció. De ugyanezzel a fickóval volt az, hogy ugyanúgy vittük az erdőn a fát, de egy ilyen nagyon nagy, meredek lejtő vitte le, fordkocsi utána volt, és ment lefele. És én bandukoltam, ugye ilyenkor nem ül fel az ember, jobb, ha nem ülsz fel a pótkocsira, a fa tetejére. És itt már ide nézzetek, már ide érik, vagy mit csinál. Jobb, ha nem ülsz fel, na, aztán mentem utána, érted? Egyszer csak hallom, hogy valami nagy zuhanás. Ilyen csettenés. Megáll a traktor, én így elnézek a pótkocsi alatt, meg ugye a traktor alatt is elláttam. Látom, hogy az első kerék az ilyen pattogva gurul lefele a domboldalba, meg kitörött. Mondom, itt már megint jó mulatság van, mondom, nem, igaz, hogy nem burultunk föl, de kitörött az első kerék. És én akkor még nem voltam, nem tudtam komolyan azt, hogy három kerékkel is simán a traktor az MTZ az haza tud jönni, még úgy is, hogy meg van rakva pótkocsi fával, hogy gyakorlatilag az a lényeg, hogy van az a csuklós szerkezet, azt múltkor az egyik részben mondtam, amelyik ugye így elbillenik ugye az első tengely rajt, akkor oda beékelsz egy, mit tudom, egy 2 kilós kalapácsot, és akkor nem, nincsen semmi gond, mert szépen át tudsz vele jönni három keréken. Csak azt ugye azért kell oda beékelni, hogy ne az legyen, hogy elbillenjen az eleje. Ja, az úgy szépen hazahozta a fát. Mondjam, az derék. De hát vannak ilyen mulatságok, gyerekek egyébként. Mondom, szerintem háromszor mentem traktor, de lehet, hogy csak ez a két alkalom volt. Ez a két alkalom volt szerintem. Én most sokat akartam mondani, nem volt az három. És... kettő alkalom. Mind a kettőször baleset volt. Úgyhogy izgalmas volt. Nem olyan kicsi az a mellettünk lévő föld is, szemezek vele, mint az állat. Befejezte megint a rábos tiger a munkát, mert nem tud magával mit kezdeni. Találd fő magad, öreg. Találd fő magad. Hát sajnos itt ezt pakolgatni kell, gyerekek. Megint bele fog menni abba a szarba is, lehet. Jó, az a lényeg, már körbeérünk, egyébként ezt is meg tudom indítani akkor. Nem kell áthozni a rábát, hanem akkor a rábával megnézzük azt a területet. Átnyálozzuk, hogy minden megvan-e jól csinálva, jó srácok? És akkor azt kell csinálni közben, hogy átcsoportosítjuk a flottánkat, a kombány flottánkat átcsoportosítjuk a másik földre. És akkor neki fogunk hárja a kukoricát aratni nagy gázzal. Hát HV pótkocsi jó lenne, a nagy HV, mert szerintem ott lesz dögivel anyag. És hogyha nem tudom kiszolgálni a kombájnokat, akkor lesz baj. Nem tudom mennyi a hozam a kukoricának, gondolom nem tudjátok így megmondani fejből. Mármint hogy mennyire durvább be ugye a búzánál, vagy az árpánál, vagy nem. Ott meg is állt, jó van, megállt a kombájn, megint befejez, vagy a rába. Hát igen, itt izélni kell, ezt saját magamnak kell megcsinálni, úgyhogy ezt fogjuk megindítani. Szerintem itt most már elbóklászik. Aztán akkor mi megcsináljuk a Steigerrel azt a másik földet. Jó, és kacok.
Azt kell egy olyan TMK-s részt csinálni, amikor mindent megjavítunk, mert itt azért vannak problémák, látom. Jó, ezt szerintem meg is indítom, srácok, mint az őrület. Arra fele menjen keresztbe, a maradékot meg majd lecsipjük vele, ennyi barátom. Azért indítom meg ilyen közel, hogy inkább lógjon rá, mint hogy ne csinálja meg. Jó van, gyerekek. Az a rész akkor ott már mondhatni megvan, ott oda hagytál csikot, látom barátom. Jó van, ügyes volta. Nehogy véletlen jól csináld. Ugye azért is hagyja ezeket a csikokat, mi látjátok, hogy elfordul sajnos a vetőgép. Jó, voltak ilyen dolgok egyébként. Emlékszem még egy ilyen veszélyesebb szituációra, amikor... Hát ugye domság, nem tudom az kinek mit mond. Valakiknek egyszerűen nem is... akik szerintem az Alföldön laknak, azok úgy nem is értik ezt a domság témát. Mert én találkoztam olyan emberrel, én mentem autót venni az Alföldre, aztán mondtam neki, te ember, hát mondom, nem jó kézifék. Hát közdi minek az? Hát mondom, oké, te az Alföldön laksz, itt nem fog-e gurulni az autó sehol. Az biztos, de mondom én, nincs olyan terület, ahol sík hely lenne. Mondom, én dobságban lakok. Például a közlekedés, például én közlekedtem Győrbe. Egy télen át. Most ez szégyen, nem szégyen nyári gumival. És abszolút nem volt nekem ebből probléma, hát azt próbáld meg mondjuk az alai dombságban nyári gumival, amikor vagy, mit tudom én, 30 fokos lejtő van lefele, vagy fölfele emelkedő, és akkor vagy nem tudsz fölmenni rajta, vagy leszánkázol az aljára, érted? Itt ezt abszolút nem tudod megtenni, tök más az egész. A vezetés is teljesen más. Például ugye Szalföldön, most jó, aki mind a kettőt ismeri, annak hülyeség elmondani, mert ő tudja, de aki nem tudja például az Alföldön, ugye, az például nagyon szokatlan volt az Alföldön, ha oda mentem, hogy itt Zalába, ha meglátsz egy szembejövő autónak a fényszóróját, vagy akár meglátod az autót, akkor már nagy valószínűséggel nagyon meg kell gondolnod, hogy előző le. Mármint, hát akkor valószínűleg elég közel van hozzád, mert ugye mivel dombok vannak, kacskaringósak az utak. Itt nagyon kevés az egyenes út, mert kerülgetik a dombokat természetesen, meg szerpentinek, meg minden szar. És ha szembe jön, akkor majd nézed, hogy na, basszus, tudok előzni, vagy nem. Az Alföldön, ha meglátod egy autót, ott hót egyenes úton, akkor még 200-szor tudsz előzni, és akkor mentem az Alföldön, és azzal jött az autó. Tudok én még itt előzni? Azt rájöttem, hogy itt olyan 15 perc múlva találkoztam vele, még Dobbi Jézus Mária, még itt alakadok rajta, hogy tudok-e még előzni. Meg igen, meg ugye az, hogy télen például sokkal könnyebb az olyan részen, ahol nincs folyamatos domb meg lejtő. De most ezt hogy ugottam ide ki? Valahogy elkezdtem ezt az egészet, csak nem tudom, hogy erre. Hogy ugottunk ide ki, gyerekek? Basszus, mivel kapcsolatban kezdtem ezt el, hallod? Nem emlékszel rá? Bazen, most aztán pörgetnetném vissza az időt, mi? A franc tudja, gyerekek. Nem tudom most mivel kapcsolatban jött elő ez a téma nekem itt. Tényleg nem jut eszembe. Ha megyünk, körülnézünk fönt, hogy megvan-e minden. Aztán akkor lemegyünk az aljába kijavítani a dolgokat. Á, itt még ezt itt lehúzza a képőt. Jó, most egy-két ilyen icipici folt az van, az ott rohadjon meg, gyerekek. Nem ér annyit, mint hogy oda-vissza elmegyek, mint hogy... Jó, ezt így lehúzzuk. Visszafele mindenképpen kell jönni, azért jövök itt a jó szélébe. Azt is le kéne akkor már húzni. És a izé és a bérelt munkásunk még mindig megy. Hallod, megy még mindig az Etor. Jön vissza testvérem, oda nézzé, hallod? Nagyon jól indítottuk meg. Nagyon jól indítottuk meg. Na itt elvileg akkor megvan minden, ahogy nézem. Várjatok, megnézzük. Ja, az a fele is meg kell, hogy legyen. Gyerekek, akkor itt ez tök jó, meg vagyunk. Hú, ez most így nekem örülök. Aha. Ott alul vannak hibák, kész. Shit, spec, megvan minden. Ez meg oda néz, végigment keresztbe teljesen. Nagyon jó. Na, legyalunk az aljába, jó? Meg sasolunk, hogy közben van-e hiba. Egy ilyen pici hiba van esetleg, ha útbe esik, azt is lehúzom, de amúgy nem annyira fogok vele foglalkozni, megmondom őszintén a kicsi hibákkal. Itt vannak csikok, be ezt lehúzom.
jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez, ez beérik, ez frankó lesz, hallod? Hát itt a izé, csinálta még a... Lehet, hogy keresztbe húzta, vagy akármi. Befejezte a munkát a izé. Azt mondja. Én meg kifutott a szélére, másik oldalt fordult. Hát, jó van, barátom. Ez nem jött össze neked most. De azért nem volt rossz. Jó, hát az is jó nekem, hogy nem kell azért végigmennem egy ekkora részen, úgyhogy ez jó. Tényleg az a lényeg, hogy próbáljuk meg úgy indítani, hogy inkább lógjon rá, mint hogy... Jó van, srácok. Na, tetszik a rendszer. Kijavítjuk itt a hibákat. És akkor ez az... Úristen, ezt tudod mennyire egyszer, hallod? Nézd meg, a látóhatárig, ott az oszlopon túlig van ez a föld. Ott az oszlopon túlig. Ott föld, ahol vannak azok a nyírfák, ott van a vége. Ott a távolban, nem itt közel, ott a távolban. Ezért megdolgoztunk, az biztos, de szerintem barha jó lesz. Visszamegyek ezen a csikor. Meg ugye tanulunk, tanulunk a hibákból, hogy hogy lehetne jobban csinálni. Oké, skracok. Oké, skracok. Ott meg lemegyünk a következő csikon, és akkor ott az alját rendbe rakom. Hát ez böszmen agy ez a föld, te. Ez böszmen agy ez a föld. Meg ez a kettő, meg hát ott, amit láttok, ott az a citromsárga, úgy, még azon túl is. Ez jó üzlet lesz, ez hatalmas üzlet lesz. Oké, nem tudjuk permetezni, de ugye a következőben már, ha meg lesz a helikopter, helikopter mindenképp nagyon kell. Akkor le tudom permetezni ezt a nagyot. Hát én nem is gondoltam, hogy ezt meg fogom tudni munkálni. Egy kicsit úgy gondoltam, nagy fába vágom a fejszémet, de azért örülök neki, hogy mégis azért. Jó, lehet a fosáspot például, ezért nincsen benne gyerekek, nem is lesz egyelőre. És akkor átcsoportosítjuk a kombájnokat, jó? És akkor neki durrantunk azoknak, annak a nagy kukoricaföldnek, amik szépen beérik ez, mert azért itt még kell érnie, ugye azt akarom, hogy akkor mindenhol érjen be, majd átnézzük, amiket utoljára vettünk, és akkor meglátjuk, hogy azok beértek, akkor fogunk nekiállni. Na ugye itt voltak tesztüzem, hát jó szarul is néz ki. De azért sok időt spóroltunk a munkással. Ott van a jó kis izé, nézzétek mennyi fa, mennyi izé, mennyi fa, ezt mind ledarálnánk, hú, gyerekek. Ott is van egy ilyen bekötőút, ott is lehetne vágni. Nagyon jó. Ugye minél közelebb esetleg a ezéhez, MAF-hoz. De hát amire learatjuk azt a két táblát, hogyha aratjuk azt a két táblát, figyeljetek, legyen az a cél, hogyha aratjuk, vagy két táblát, nem két táblát, hanem ugye most nekiállunk a kukoricának, abból biztos jön a lóvé agyba főbe, akkor folyamatosan fogunk fejleszteni abból a pénzből, oké? Okay? És azt fogom fejleszteni, hogy megvesszük a nagy pótot, meg fogjuk venni a kettő klassz dominátort. Ne legyünk annyira szopóvágon már gyerekek ez a kicsi forsitekkel. Befejezte a melót, megint kiért szerintem itt. Nem baj, ez jó lesz az gyerekek. Jaj, de jó! Tényleg örülök, esküszöm. Na. Figyeljetek, ez ingyen csinálja. Mármint úgy, jó, tudom pénzt volna, de úgy értem, úgy ingyen csinálja, hogy nem kell nekem. Úgyhogy ez jó. De vagy pont tök távol van a kettő gépnek a tabolási mechanizmusa. Ha visszafele tabolok, akkor is, meg ha arrafele, akkor is. Jó van, gyerekek. Gyerünk vissza. Ezt lehúzzuk egybe. Jó van. 10 óra van, vagy fél 10 van már. Kobályok átcsoportosításával fogunk foglalatos törni. Félreállok most a Stegerrel. Jó, ennek meg kéne egy IA tárcsa. Vannak itt dolgok, de jó van, most rengeteg bevételünk lesz.
Most meg fog indulni, ugye eddig vetettünk, meg kultisztunk, meg minden kutya szar. Úgyhogy az csak az idő ment el. De ugye terme, vagy pénzt azt nem hozott direktbe. Jó, mondj, srácok, szerintem akkor meg vagyunk, ugye? Mondhatjuk. Meg vagyunk. Hát valamennyire azért vigyük el innen, ne itt legyen. Jó van, hát akkor mondhatni hibátlan ez a baromi nagy föld, aminek mondom, hogy ott még a túl a sárgán túl van a vége. Jaj, ezt hallod ezt learatni. Azért ezt ne aggódjatok, itt ide fogunk szarni, bazzá. Amire ezt learatjuk, de annyi pénzünk lesz, mint a pejből. Meg az a jó, nem olyan marha nagy a hozama. És nem kell azt megállás nélkül fordulni, mint az őrült. Na várjátok, ide félreállok. Mire félreállunk így? Okay. Jó, várja. Megnézem az etolt, hogyan dolgozik. Na, jó van, elkapja. Most ért át erre a felére. Elkapja ezt, gyerekek, azért csinálgatjám. De mi a szar van itt? Hol vagyunk? Hú, hát ez nagyon... Mi a szar? Hogy van? Ezt már nem is értem, hol vagyok. Ez érdekes. Jaj. Oda ér ki, szembe. Ide ért át. Jó van, nem baj az. Egyáltalán nem, tök jó. Jó, sertés kereslet. Hát nincs egy darabunk se, úgyhogy ne keressi sertést. Itt lesz baj, lehet, hogy oda be fog vágtatni. Szembe. De hát jó van, csinálja csak. Egy kicsit épp, hogy határon mozog egyébként ez a vető. Hogy 9-20 dobnak fölfele. Ezt egy picit, amikor domnak lefele megy, akkor kicsit jobban megindul. 10-zel elkalisztol vele. Jó ez. Na, kombájnok el átcsoportosítása kell. Viszont az a nagy problémánk, gyerekek. Várjatok, az a nagy problémánk, hogy az összesen izék vágóasztal van. Ugye? Nem tud baráti. Az összesen rossz vágóasztal van, ki kéne mennem az útra. Akkor ma. És akkor elvileg, várjál. Hát rövid utat nem tudok kitalálni, úgy látom. Elmegyünk az egyikkel. Földerítjük a terepet. Hú, nagyon messze van itt minden. Ó, te fiú. Ugye keresztbe kosszal bemehetnék, de most az... Valami ilyen. Hát gyerekek, nem tudom, azon filózok, hogy lehet, hogy azt fogom csinálni egyébként. Csúnya dolog, de megkímélek benneteket attól, hogy én az összes egyesével átmegyek a földre, egyen elmegyünk arra, és én a vágóasztalokat le fogom hordani egyel, vagy mondjuk akkor minden egyivel külön-külön, hogy ne az legyen, hogy ezt azt nézzétek fél órán keresztül, hogy az összes géppel egyesével lehordom. Semmi más nem fogok csinálni, addig nem megy majd a munkás se, meg nem fog pörögni az időse. Vagy ha esetleg az, ha gondoljátok, akkor az pörög, de... Hát ez böszme messze van. Már csak a kukoricaföld is böszme messze van. Itt van egy kisebb kukoricaföld. Egyébként olyan sok kukoricaföld, de azt a nagyot meg magunkéval fogjuk tenni. És akkor utakadály. Aha, ezt mondtam, be is ment oda. Nem baj. Egyébként nincsen semmi baj. Nem is nagyon törte össze, ugyanott vagyunk. Hát igen, itt vannak egy kis problémák. Nem ugyanott jön vissza, ugye? Nem baj, barátom, menjél nyugodtan. Sincsen semmi gond. Nem vagy lecsezve, jó? Nem vagy lecsezve. Ja, elmegyek ezzel a kukoricaföldig, és a többit azt majd én áthordom, meg a vágóasztalokat ide hordom, jó? Tényleg ne az legyen, hogy most elveszem a gameplayből a videót. Ja, hát a faszállítás dologhoz visszatérve, meg ja. Fú. Ugye amíg egyébként ugye mindig mi úgy csináltuk, hogy erdőről szedtük meg a fát, amíg régen ugye a fater traktoros volt, akkor... Ja, azt akartam, veszélyes szituációt, azt nem mondtam el. Na, azt akartam elmesélni. Na, dombold... Ja, innen jött a dombold. Na, ugye mivel a dombságban lakok, így az erdők is fönn vannak a dombon általában, vagy lenne völgybe. Hát a
egyik se jó, mert hogyha a völgyben van általában, sokszor nem ott megy az út, akkor fölfele kell hordani, ha fönn van a dombon, akkor meg lefele kell hordani, de vannak olyan meredek részek is például, ahova nem tudsz fölmenni a géppel. És akkor mit tudsz csinálni? Vagy kidöntöd ott a fát, és fölvágod, és leszórod, nagyon kinkeserves munkával egyre lejjebb mindig szórod le, vagy pedig azt csinálod, hogy kidöntöd a fát, és valamivel lehúzkodod. De viszont ez olyan meredek volt ez a domboldal, hogy még föl se tudott menni gép, hogy lehúzza. Ezért ugye mit csinál a paraszt? Fölfut a drótkötéllel a dombon, fölfut, vagy a föl esik el, ráköt a fára, és akkor húzza le. Traktorral volt, nem volt csörlő, traktorral, mint az őrült. És akkor az egyik fát faterra fönn volt, rákötött a fára, húzta a traktoros, és valahol megtűzött a fa, és a fater az meg egy úgy, hogy a drótkötél alatt volt körülbelül fél méterre, vagy így mellette, húzzad, így tudjátok, így butogat, húzzad! És a traktor meg húzza mind a bolond. És látjátok, nem fogok itt megállni, tudom, hogy itt már a fő céle van. Ja, húzta mint a bolond, egyszer csak elszakadt a drótkötél, azt faternak a fejek fölött, szerintem nem tudom hányal, de nagyon brutál sebessége. Így suhant. Hát ő is elgondolkodott azon, hogy akkor, hogyha az elkapja az a drótkötél, akkor a feje begurul a izébe. Várokba, vagy a legurul a dombó tövébe, mert olyan vágódott. De ezt mondtam, figyeljetek gyerekek, itt van ez a böszme nagy izé, ugye? Csak meg kell nézni, hogy kukoricát vesznek itt a izébe a mávon. Valaki tudja? Így zavál meg nekem. Na, oda nézzetek. Vége láthatatlan, hallod? Vége láthatatlan. Vége láthatatlan. Na, ezt amire lekettyinti a képen, arra lemegy a nap. Oké, háromszor vagy 200-szor, de viszont annyi pénze lesz, mint az őrült gyerekek. Hűhúhúhúj, te fiú. Jó van, oké, itt meg befejezte a velós már megint a munkát, ugye, mert ugye csak azon a kis részen indítottam meg. De no problémo, mert átrakja a keeper, azt már mehet tovább. Egyébként azon is gondolkozok. Ja, hát ez lesz, srácok. Akkor figyeljetek. Szerintem itt befejeztük, mese is meg volt bőven. Annyit fogunk csinálni akkor, hogy én vagy felszerelvényezem a kombájnokat, átviszem őket, addig lehet megállítom az időt, aztán akkor onnan folytatódik. És ezt meg ugye befejezzük a betését, és nekiálljuk aratni azt a nagy kukoricafődet. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csumicső!